Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját, ha esetleg még nem némította volna el, akkor legyen szíves, tegye meg. Köszönöm szépen. Ha bárkinek kérdése lenne, akkor érdemes felírni, érdemes jegyzetelni is. Lesz rá lehetőség, hogy az esetleges kérdésekre választ kapjanak. Szokásos rendben zajlik a szerdai képzésünk, nem számít, hogy ünnepnap. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világunk? És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Háborog. Háborog? Érdekes világban élünk. Az a baj, hogy valahogy az emberek többsége az próbálja magába visszahozni a múltat. Tehát a múltat. Tehát ami azt jelenti, hogy próbálnak úgy élni az emberek mindenáron, ahogy a múltban éltek. Tehát milyen múltban, nem gondoljunk távol múltra, mondjuk ilyen 5-6 évvel ezelőtt. És ugye azt az életszínvonalat szeretnék visszahozni, mint ami volt. Nagyon érdekes gondolkodással bírnak manapság az emberek, ahhoz képest, hogy ugye régen hogy gondolkodtak, mert egy ilyen csapdába helyezték az embereket. Szó szerint, értsétek a csapdát. A csapda az a magas életszínvonal. Tehát a régi élethez képest egy magasabb életszínvonal. És ugye azért csapda, mert ha az ember hozzászokik egy magasabb életszínvonalhoz, akkor gyakorlatilag abból nem akar leadni. És ragaszkodik a magasabb életszínvonalhoz, és ehhez még arra is hajlandó, hogy eladósítsa magát. És ezért csapda. Mert van egy régi mondás, hogyha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. És állítólag a jövő évi támogatások is, például az ingatlan vásárlási támogatások meg ilyenek, meg az építkezésre adott támogatások, az hitel alapon fog működni. Állítólag. Tehát, hogy az embere is állítólag a futamidőket próbálják majd kitolni még inkább. Tehát gyakorlatilag ugye arról szólna a történet, mint Amerikában van, hogy életék végéig az embereket eladósítani. Tehát, hogy az egész életükben a hiteltartozásaikat fizessék. És ugye ez az igazi csapda, hogy volt egy gerjesztett életszínvonal növekedés, ami nem valóságos volt, mert ha valóságos életszínvonal növekedés lett volna, akkor az országok nem adósodtak volna el. Tehát onnan tudni, hogy gerjesztett életszínvonal növekedés volt, hogy mindenütt az összes olyan ország, amely magas életszínvonalat ért el a többi országhoz képest, tehát ugye észak-amerikai és európai országokról van szó, és Japánról természetesen, minden ország nagyon el van adósodva. Tehát nagyon. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az állami kiadások jóval magasabbak, mint az állami bevételek. És
Ugye az államnak honnan származik a fő bevételi forrása? Hát az adókból, tehát az állami adókból, és elsősorban a munkabérek után befolyt adókból. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye, hogy az állam fenntartsa a saját rendszerét, nem elég az a bevétel, ami befolyik az államnak, nem elég az adóbevételek, mert nem csak adóból folyik az éve bevétel, de az a legfőbb bevételi forrás az adó. Tehát az adóból befolyt és egyéb dolgokból befolyt bevétel, az lényegesen kevesebb, mint az állami kiadások. És akármilyen hihetetlen, az állami kiadások nagy része az nem az ellopott pénz. Pedig ugye sokan azt gondolják, hogy az állami kiadások nagy része az az állami, tehát az ellopott pénz. Tehát amit ellopnak. Érted? Tehát nem. Ez egy töredéke annak, mint amit az állam egyéb dolgokra kifizet. Érted? Tehát mondhatnánk azt, hogy amit az állami, azt mondja, hogy is mondjam, a tűzhöz közeli emberek ellophatnak, az lényeg, tehát egy morzsányi ahhoz képest, ami az állami kiadás. Tehát gondoljátok végig, hogy egy havi állami kiadás, az ma Magyarországon csak nem 2000 milliárd forint. A havi állami kiadás 2000 milliárd forint. Tehát ennek egy töredékét lopják csak el, érted? Tehát csak a töredékét. És régebben is csak a töredékét lopták el, és nem csak itt lopják el, most a kiadások nem csak nálunk van az, hogy egy része, egy kis része ellopásra kerül, törvényes ellopásra, most ne értsétek félre. Tehát úgy alakítják a törvényeket, hogy törvényesen el lehessen lopni bizonyos pénzeket. Jó? Tehát ami nem lopás, ha végig gondoljátok, mert ha törvényesen lehet lopni, akkor az nem lopás. Jó? Az inkább megkárosítása a nem csak itt van ez, hanem mindenütt. Ugye ez szerte az EU-ban, Amerikától kezdve. Tehát mindenütt ugye törekednek arra az állami vezetők, hogy törvényesen az állami bevételeknek egy részét, egy kis részét zsebre vághassák. Törvényesen. Érted? Hogy azt milyen formában csinálják, ez most részletkérdés, de hoztak olyan törvényeket, hogy ezt megtehessék. Világos ez? Tehát eleve gondoljátok végig, hogy létrehoztak egy nagy, azt mondja, hogy ilyen bürokratikus rendszert, mondjuk az EU-ban, de ugye az országokban, ahol ha csak a fizetésüket nézed, ott ülnek az Európai Parlamentben, vagy nem ülnek, ott ülnek a Magyar Parlamentben, vagy bármilyen parlamentben, vagy nem ülnek, és mégis megkapják a fizetésüket. Érted? Tehát magyarul ők munkanélkül is kaphatnak fizetést. Érted? Tehát ez is egy lopás gyakorlatilag, de ők törvényesen megtehetik, ezáltal nem lopás. Semmi gond nincs. Te munkahelyeden nem ész be dolgozni, nem kapsz fizetést. Érted? Gondold végig, de ők megtehetik, hogy nem kapnak fizetést, vagy nem mennek be és kapnak ugyanúgy fizetést. Természetesen, és egy, ugye néztek már ilyet, hogy volt, aki talán 2 napot volt benne a parlamentben, egy év alatt, érted? Egy év alatt, és mégis ugyanúgy megkapta a fizetést. Érted? Tehát megtehetik. Tehát, de ez csak kis összeg ahhoz képest, amit a vállalkozásaikon keresztül
sajátítanak el törvényesen. Tehát ezért ez nem lopás. Tehát mikor hangoztatják azt, hogy ellopják a vagyon bizonyos politikusok, az hülyeség, mert a törvényes lopás az nem lopás. Világos ez? Tehát ilyen egyszerű. Az inkább megkárosítják a rendszert, érted? Megkárosítják az embereket, de akkor sem lopás, mert törvényes. Jó? Ezért ugye nem is tudják utólag számon kérni ezeket a dolgokat az embereken, mert törvényesen csinálták. Tehát igazából végig gondolod, ez így működik, hogyha törvényben lehetőség van, akkor az nem bűncselekmény. Világos ez? Tehát adott időszakban, ha a törvény lehetőséget biztosított rá, akkor az bizony nem bűncselekmény. Jó? Na most ezt miért mondom? Csak hogy tiszta és világos legyen, hogy egy, ugye onnan indultunk ki, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek, nem azt mondom, hogy mindenki, most ne értsétek félre, de az emberek jó része, az közel nem termel annyit, nem hoz hasznot senkinek, mint amit kap. Nem tudom, ez világos-e. Tehát megnézed, mondjuk a közalkalmazottak jó részét, körülbelül Magyarországnak 200 ezer közalkalmazottra lenne szüksége, ezzel szemben van, vagy 650-700 ezer. Érted? De ez csak egy. Kik nem termelnék még? A segélyen élők nem termelnek semmit. A nyugdíjasok nem termelnek semmit. Gondold végig. A betegek nem termelnek semmit. Érted? Igen, katonák, rendőrök, egy csomó alkalmazott, de ez a közalkalmazotti szférába tartozik. Tehát nem termelnek semmit. Érted? Tehát itt, ha megnézzük Magyarországon a felnőtt lakosságot, tehát van körülbelül 2 millió gyerek, illetve diák. Oké? Maradj durván nem egész 8 millió, de egyszerűbb 8 millióval számolni. Jó? Tehát maradj 8 millió ember. Annak a fele se dolgozik. Érted? Felese. Körülbelül olyan nem egész 4 millió ember van munkában, érted? De az azt jelenti, hogy annak egy jó része, több százezer ember, ez a ugye közmunkára van fogva. Érted? Közmunkára. Tehát ami azt jelenti, hogy az nem igazi munka. Jó, tehát igazából akik rendes fizetést kapnak, tehát rendes, normális fizetést, illetve vállalkozásban fizetést vesznek föl, vagy nyereséget vesznek ki, jó, az olyan három is, tehát hogyha levesszük a közalkalmazottakat is, akkor nincs 3 millió. Tehát gyakorlatilag 2,1 millió ember tartja el az országot. De nem tartja el, nem tudja eltartani. Tehát, mit tudom én, 2 millió 800 ezer ember nem tud eltartani magával együtt 10 milliót, érted? Most durván a számokkal. Nem tud. És ez máshol is így van. Nem tud. Hanem mit csinálnak? Fölvesznek hitelt. Érted? Ilyen egyszerű. Tehát az ország fölvesz hitelt. És akkor így finanszírozza az embereket. Világos ez? Tehát gondold végig, nem lehet, tehát beleértve a gyerekeket is, természetesen azokat is el kell tartani, tehát nem lehet háromszor annyi embert eltartani, vagy csak nem négyszer annyi embert eltartani egy embernek. Ez fizikai képtelenség. Tehát, tehát elérték, hogy az államoknak ne legyen vagyona. Tehát viszonylag szűk vagyona van az államnak, ami pénzt hoz.
Így értsd. Tehát ami pénzt termel, azt ugye elérték onnan, hogy bekerültünk a kapitalista társadalmi formába, onnantól kezdve elkezdték elérni, hogy az államnak minél kisebb vagyona legyen. És hogy az állam gyakorlatilag az adó bevételeitől függjön. Ezt elérték. Tehát a kapitalizmus elérte, hogy az állam az adó bevételeitől függjön. Tehát a szocializmusban az majdnem azt lehet mondani, hogy minden bevétel az államhoz ment. És az állam osztotta föl. Ez volt a szocializmus. Oké? Én azt mondom, hogy az se volt jó. Nyilvánvaló, hogy az se jó. De ez se jó, ami most van. Tehát most gondoljátok végig, amikor mi váltottunk, rendszerváltásunk lett. Tudjátok, mennyi volt az ország adósságállománya? 16 milliárd dollár. 22-t szoktak mondani. Hát de hivatalosan 16 volt. Most több ezer milliárd dollár. Szóval brutál. Tehát ami azt jelenti, hogy az országon, de nem csak mi, hát mi közel nem vagyunk úgy eladósodva, mint az USA például. Egyfőre. Egyfőre. Tehát mindig azt kell nézni, hogy egyfőre egy ország hogyan van eladósodva. És ha megnézzük az egyfőre eladósodás, van körülbelül ugye a középmezőny, hogy is mondjam, felénél egy kicsit idén vagyunk. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal jobban eladósodott országok vannak. Egyfőre esően. Tehát egyfőre, a lakosság egyfőre esően. Az a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mennyi, nyilván, mert egy nagyobb ország, persze, hogy jobban el van adósodva, de egyfőre esően. Na most ezt azért érdemes tudni, mert az embereknek vannak dolgok, amik befolyásolják az életüket. Ha olyan dolgokon idegeskedik egy ember, amire nincs semmilyen ráhatása, akkor az élete nem igazán pozitívan fog alakulni, főleg azért sem, mert ma egymilliószoros nap van. Csak hogy tisztál, igen, ma. És a gondolataid teremtő ereje vagy romboló ereje az, egymilliószoros energiával hat rád. Jó, a mai nap. Nulla órától nulla óráig. Jó, 24 óráig. Jó, csak hogy tiszta és világos legyen. Jó, és ezáltal az ember mikor, egyébként az év utolsó egymilliószoros napja. Már nem lesz több. Tehát lényeg az, hogy az ember egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan gondolkodik az életében. Mert én azt látom, hogy nagyon sok ember idegesítenek olyan dolgok, amire semmi hatása nincs. Amire azt lehetne mondani, régen ezt mondták az emberek, ugye, még az én gyerekkoromban az öregek, semmi közöm hozzá. Igen. Érted? Tehát amihez, és sőt azt is mondták, hogy amihez közöm nincs, az nem idegesít. Érted? Most meg az emberek egy olyan világban élnek, elérték az embereknél ezt, hogy az is idegesíti őket, amihez az ég a világon semmi közük. Érted? Mihez van közük? Az embernek ahhoz van köze, amire befolyása van. Érted? Amire nincs befolyásod, az nincs között. Jó? Tehát ilyen egyszerű. És ezt régen lerendezték pitty-putty. Sőt, még képzeljétek el, a szülők még a gyerekek felé is lerendezték ezt a kérdést. Anno annak idején. Ami azt jelenti, hogy azt mondták, nem az én problémám a gyerekeimé. Érted? És simán így lerendezték a szülők a gyerekek problémáit. Érted? Nem az én problémám, hanem a gyerekeimé. Nyilván nem a felnőtt gyerekekről van szó. Nem a kisgyerekekről,
Tehát nem arról az időszakról van szó, amikor a szülő neveli a gyereket, hanem akkor, amikor felnőtt lett a gyerek. Ugye régen ez úgy működött, hogy ha felnőtt lett valaki, akkor kirepült. Oké? Ami azt jelenti, hogy ott hagyta a szülői házat. És onnantól kezdve, ha volt neki valamilyen problémája, akkor a szülők azt mondták, hogy nem az én problémám, a gyerekem problémája. És vele volt rendezve. És nem idegesítették magukat a saját gyerekeik problémáján. Na most persze voltak olyan szülők akkor is, akik nem így álltak ehhez a kérdéshez, természetesen. Akik nem így álltak hozzá, azok idegeskedtek a gyerekeiknek a problémáján is, amihez igazából semmi közük nem volt. Jó? Na most viszont egy olyan világot élünk, hogy az emberek mindenen idegeskednek, ami probléma a világban, és semmi közük hozzá. Érted? Sajnálják, ha valami nagy baleset történt, vagy akármi történt. Érted? Tehát a sajnálat is egy érzelmi hozzáállás, méghozzá egy nagyon alacsony szintű negatív érzelmi hozzáállás, egy sajnálat, csak hogy világos legyen. Lehet, hogy ebben te nem értesz egyet, én meg tudom, hogy így van. Jó? Tehát az embernek vannak érzelmi állapotai, és a sajnálat, ez egy igen alacsony érzelmi állapot. Jó? Tehát gondold végig, mondok példát. Akik itt vannak, és fönn vannak itt a Skype-on is vezetők, mindjárt egy pillanat, hogy lássam benneteket, mert kérdezem tőletek, hogy ki az, aki nevelt már gyereket? Gyereket, jó? Oké, egyet, kettőt, akármint, mint az részletkérdés, jó? Tehát neveltél gyereket. Jó, akkor nézz egy kisgyerekre. Mondjuk egy minél kisebb, annál inkább így van. Mit tudom én, biztos láttál már olyat, hogy meghalt a szüleje, a gyerek, meddig sajnálkozott? Sem eddig a kicsi. Sem eddig, érted? Így van. Nem azért, mert fel se fogta. Mert nincs benne sajnálat, érted? Egy kisgyerek nem sajnálkozik. Érted? Nincs benne sajnálat. Az egy tanult érzelmi állapot. Világos? Az emberek megtanulták, megtanították őket. Jaj, hogy ezt sajnálni kell. Jaj, elpusztult az állatunk, és akkor csináljunk neki több százezer forintos temetést. Érted? Régen megfogták, aztán ástak egy gödröt, azt beledobták, azt annyi. Érted? Most már innen sajnálják. Hát egy életében egy nagyon fontos momentum, az kiesett. Érted? De nem gondol arra, hogy egy állatot így lehet pótolni. Érted? Egy embert nem tudsz így pótolni. Egy állatot így lehet pótolni. Ma elpusztul egy állat, holnap vesz a másikat. Ennyi. Emberrel nem tudod ezt csinálni. Tehát óriási különbség van a kettő között. Világos ez? Jó? Tehát lényeg az, hogy eléggé így eltorzult világban élünk, és eltorzították ezt. Tehát nem a szüleink révén lettünk, közvetlenül igen, a szüleink révén lettünk olyanok, amilyenek lettünk, hanem azáltal, hogy az a rendszer, amiben vagyunk, meg voltak ők, azok gyakorlatilag megváltoztatták az emberi értékeket, érted? Tehát, hogy az embereknek most mások az értékeik, mint régen. Régen megharapott mondjuk valakit a családban a kutya, érted? És fogták, hívták a vadőrt és lelőtte. Érted? Ez így működött. Nem vicc, komoly. És fogta, és kijött a vadőr, és lelőtte. A városban, nyilván már a város, akkor az én gyerekkoromban is már el volt torzulva. És ugye én azért tudom, hogy mi volt vidéken, mert édesanyám szatmári, és én nyaranta
két hónapokat ott nyaraltam, vagy két és fél hónapokat vidéken. És ugye még másik, esetleg még téli szünetben is ott voltam. Szóval a lényeg az, hogy, de úgy, hogy a szüleim nem voltak ott. Csak ezt azért hozzátenném, jó? Az jó volt, mert azt csináltam, amit akartam, meg amit engedtek a rokonok nyilván. Jó? Tehát lényeg az, hogy, igen, ez egy díjazott dolog volt, hogy a szüleim nem voltak ott. Szóval gondold végig, hogy mondom, ez így működött régen. A városok, azok mindig egy torzult dolog volt. Tehát az alap az a vidék volt. A városra nem véletlenül fölmész repülővel, és ránézel egy városra föntről, tehát utasszállító, amelyik ilyen 8000 métereken megy. Onnan gyönyörűen rá lehet látni, ha nincs felhő, a városokra, érted? Ami fölött elmegy a repülőgép. És utána megnézel, mikroszkópon vannak felvételek a vírusról. Érted? És a vírus és a városnak a képe nagyon hasonló. Ha nem hiszed, nézz utána az interneten. Jó? Nagyon hasonló. Tehát a város az egy vírus. Ami azt jelenti, hogy olyan, mint mikor egy embernek ugye betegsége lesz, csak itt az elméjét mérgezi a város az embereknek, érted? Az elméjét mérgezi. Tehát a vírus ugye betegséget hoz létre, ugyanez a gondolkodásban a városlakóknak betegséget hoz létre a város. Tényleg. Ugye én városban születtem, Budapesten születtem, apám budapesti, ugye anyám szatmári, ezért ugye mind a két világot ismerem, a város itt még jobban, mert ugye azért többet voltam, és teljes egészében egyet tudok ezzel érteni. Érted? Tehát én azt láttam, hogy vidéken az embereknek meg volt a józan paraszti eszük. A városokban már az én gyerekkoromban se annyira. Érted? Most meg aztán már így se, ott se. Már így se, ott se. Érted? Tehát a vidéki településeken már úgy élnek, mint a városokban. Vagy úgy akarnak élni, mint a városokban. Tehát éppen nézegettem például olyan dolgot, hogy mennyibe kerül bizonyos településen, mondjuk egy ingatlan, egy városba. Nem Budapesten, egy városba, mondjuk egy alföldi városba, érted? Nem, több tízezres városba. És azt láttam, hogy ilyen hatalmas telkek vannak. A mai világban, amikor senki nem akar már a telkekkel foglalkozni, érted? És akkor ilyen 300-400 négyszögöles telkek, tehát ugye az ilyen 1000-1500 négyzetméter közötti telkek, kenn vannak eladóházak. És ez az azt jelenti, hogy gyakorlatilag mit csinál ekkora telekkel? Hát nekünk van egy 130 négyszögeles, 450 négyzetméter körüli telkünk, és az is sok, érted? Amin van a házunk, még az is sok. Hát gondold végig egy ekkora telket, és miért mondom, megváltozott a világ. Tehát az emberek már nem akarnak földet túrni, nem akarnak gazdálkodni, a magasabb föld, egy telek mit kezd vele? Több munka van vele, érted? De nem az, hogy ők termelnek, nem úgy van, de karbantartása. Sok munkába telik, érted? Nem maga a termelés, mert nincs rajta termelés. Hát ha van termelés valamilyen, akkor egy kis konyha kert, érted? Amit ugye még elbírnak megművelni, de egy nagy telken, hogy. Tehát a világunk az totál megváltozott. És ugye ez, miért beszélek ezekről a dolgokról? Csak egy kis kitérő volt itt az ingatlan. Hogy egy olyan világunk van, ahol az emberek másként látnak dolgokat, mint a valóság, és másként működnek, mint ahogy működni kellene. Tehát mit értünk az, hogy másként látnak dolgokat? Hát például az imént említettem, hogy
Ha nem érinti őt az a probléma, mert ugye nincs rá hatása, akkor is idegeskednek rajta. Na most ehhez ugye kapcsolódik az a dolog, hogy az ember, ha idegeskedik, akkor ugye megváltozik az eredményessége az életében. Tehát addig, míg nem vagyunk jó állapotban, akkor addig minden rosszabbul működik az életünkben. Tehát egy minél rosszabb állapotban van egy ember, annál rosszabbul működik minden az életében. Tehát mi az a minden? Nézzük meg. Tehát, hogy tiszta és világos legyen, nézzük meg, hogy mi az a minden. Ez a 10 életterület. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember rossz állapotú, mert mindent úgy gondolja, hogy neki avval idegeskednie kell, akkor ezek a területek kezdenek elromlani. És minél jobban, minél hosszabb ideig valaki ebbe az állapotban marad, hogy nem nyugodt, békés, jó hangulatú, hanem ideges, akár meg is döglenek ezek a területek. Szó szerint. Szó szerint. De az összes. Tehát az összes. Az azt jelenti, hogy minden területen kudarc. Tehát minden területen kudarc. Tehát semmi nem működik. Na most, van itt két dolog. Az egyes és a tízes. Jó? Tehát az egyes pont és a tízes pont. Tehát az egyes pont, az ugye te magad vagy. Ha te magad nem jól működsz, akkor nem tud jól működni az ember, ha nem jó hangulatú. Világos? Ha jó hangulatú vagy, akkor jól működsz. Tehát egy ember nem jó hangulat, ezt most elérték a társadalomban 2020-tól, 2020-tól, hogy az emberek ne legyenek jó hangulatúak. Na, ezt elérték, és ennél még inkább, ezután még inkább el fogják érni, hogy az emberek ne érezzék jól magukat, jó? Na, de nem is ez a lényeg. Tehát az emberek nem érzik jól magukat, akkor ott van az a terület, ami gyakorlatilag meghatároz mindent. Ha te rendben vagy, akkor rendben tud lenni a párkapcsolatod. Ha te rendben vagy, akkor rendben vagy, tud lenni a szülőddel a kapcsolatod. Ha te rendben vagy, akkor rendben tud lenni a gyerekeddel a kapcsolatod. Ha te rendben vagy, akkor másokkal is rendben tudsz lenni. Ha te rendben vagy, akkor a munkáddal is rendben tudsz lenni. Ha te rendben vagy, akkor a pénzzel is rendben tudsz lenni. Ha te rendben vagy, akkor a környezeteddel is rendben tudsz lenni. Ha te rendben vagy, akkor a hatóságokkal is rendben tudsz lenni. Ha te rendben vagy, akkor a teremtőddel is rendben tudsz lenni. Na most, miért mondtam, hogy az egyes meg a tízes? Mert ugye az, hogy úgy alakuljon az életed, az két dologtól függ. Tehát mi az, hogy úgy alakuljon? Hát ahogy az ember mondjuk vágyik arra az életre. Jó? Akkor az két dologtól függ. Tehát önmagadtól, és az attól, hogy az Istened vezetésével hogyan szervezik meg az életedet. Ugyanis ami történik veled, semmi nem véletlen. Annak a nagy részét te intézed, de egy, mit jelent ez a nagy részét? Tehát mondjuk valamilyen több mint 50%-át te intézed, vagy 60%-át, a maradék részt meg ők. Annak alapján, ahogy működsz, meg amit érdemelsz. Nem vicc. Tehát az minden ember az életében azt kapja, amit érdemel. Érted? Kapja. Itt van benne. Minden ember azt kapja, amit érdemel. Ez benne van a nyelvünkben. Ha esetleg valaki ezt így, mint mondat, nem ismerte volna. A magyar nyelvben ez benne van. Ami azt jelenti,
hogy itt nem az a lényeg, és legfontosabb, hogy ne árts. Érted? Tehát ne árts másoknak, meg ne árts a növényeknek, állatoknak, embereknek, semminek ne árts. Nem ez a lényeg. Nem. Tehát a jó szándék az önmagában kevés, hiszen van egy másik mondás, hogy a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Jó? Tehát a jó szándékú emberek az önmagában kevés. Itt az a lényeg, hogy az ember, egyes pont, van-e ismerete, tudása az univerzumi szabályokkal szemben, inkább úgy mondom, hogy kapcsolatban. Az univerzumi szabályokkal kapcsolatban. Van-e ismerete? Mi az, hogy univerzum? Hát mi az univerzum része vagyunk. A Földünk is része, a naprendszerünk is része az univerzumnak. A galaxisunk is része az univerzumnak. Tehát ami azt jelenti, hogy egy sokkal magasabb szabály, mint a te szabályod, vagy a bolygó szabályai, érted? Vagy a naprendszerünk szabályai. Egy magasabb rendű szabály. És ez a magasabb rendű szabály pontosan meghatározza, hogy mi az, ami etikus, és mi az, ami nem. Mi, ami tisztességes, mi az, ami nem. Mi az, ami becsületes, mi az, ami nem. Mi az, ami erkölcsös, és mi az, ami nem. Sőt, az is meg van határozva, hogy mi mennyire. Tehát mi mennyire tisztességes, becsületes, erkölcsös, stb. Stb. És az életed annak alapján van értékelve, hogy ezeket a szabályokat ismered-e és betartod, vagy sem. Ha betartod, akkor jó lesz neked, ha nem tartod be, szopsz. Ennyi. Mint a boci. Oké? És minél jobban nem tartod be, annál inkább. Jó? Ez van. Tehát hiába hadakozik egy univerzumi szabállyal szemben egy egyén a saját szabályaival. Semmit nem ér az ő saját szabálya. Világos voltam? Egy szabály számít, ami az univerzumi szabály. És azok konkrétan le vannak fektetve, hogy mik ezek a szabályok. És annak alapján, hogy kell működnie egy embernek. És ha annak alapján működnek az emberek, akkor az összes életterülete rendben van. Érted? Ha nem annak alapján működik, akkor az életterülete nincsenek rendben. Persze számít az, hogy azok a személyek, akikkel együttműködik, párjával, szüleivel, gyerekeivel, másokkal, mert ugye a munkában benne van a mások is, mert a másokba tartoznak a főnöke is. Persze, hogy számít, hogy ők mennyire ismerik ezeket az univerzumi szabályokat. Mert úgy nehéz egyedül boldogulni, hogyha te egyedül ismered az univerzumi szabályokat, és senki más. Érted? És akkor körül vagy véve olyan emberekkel, akiknek halvány lila dusztjuk sincs az univerzumi szabályokról. Érted? Na most ez azt jelenti, tiszta és világos legyen, hogy akik nem ismerik az univerzumi szabályokat, azok folyamatosan megsértik az univerzumi szabályokat. Nap, mint nap. Nem hétről hétre, nap, mint nap. Még a jó emberek is nap, mint nap sértik meg az univerzumi szabályokat. Nap, mint nap. Érted? Persze, hogy fentről a teremtőd, az látja, azért mondom, hogy a teremtőd, mert az a tied. Nem a közös nagy teremtőről van szó, hanem a te teremtődről. Aki miatt, tehát aki elintézte, hogy leszüles most ebbe az életedbe. Jó?
Tehát ha magadnak kellett volna elintézni, hogy hova szüles, mikor szüles, érted? Meg egyáltalán leszüles, ezt nem tudtad volna megcsinálni. Jó? Tehát ezért a teremtőd vezetésével történt ez az egész. Jó? Ő egy igen magas szellemlény hozzánk képest. Világos ez? De a lelke az ugyanaz, mint a miénk, csak nagyobb. Mert több tudása van. Jó van. Jó, szóval lényeg az, hogy a teremtőd segítségével leszülettél, és azért születtél le, hogy a tudásodat az univerzumi szabályoknak megfelelően, igénybevételével, tudásával gyarapítsd. Oké? Ha nem csinálod ezt, szerintem nem itt van, nem a mikrofonnál van gond. Valami. Föllazult. Föllazult. Meghúztam. Jó, tehát ha nem az univerzumi szabályok szerint teszed a dolgodat, akkor próbálnak korrigálni. Érted? És megszerveznek olyan dolgokat, amivel megpróbálják ezt a korrigálást létrehozni. Azért mondom, hogy megpróbálják, vagy megkísérlik, mert ugye a kutya szokott próbálkozni, ez inkább majd adjunk a magasabb szellem lények, azok kísérleteznek, és nem próbálkoznak. Jó, tehát megkísérlik, hogy az embert arra a pályára térítsék, amifelé neki haladnia kell, meg amit eleve bevállalt, mielőtt leszületett. De persze azt már elfelejtetted, hogy bevállaltad, de szeretném erre mindenkinek a figyelmét fölhívni. Jó, tehát bevállaltad azt, amifelé neked kell haladni, és ha nem arra haladsz, akkor korrigálnak. Ez nem feltétlenül jó érzés lesz számodra. Mert esetenként, akár túlnyomó többségében, ellentétes a te akaratoddal. És ha az ember úgy működik, tehát az ember úgy működik, hogyha végig gondolod, hogyha valami ellentétes a te akaratoddal, akkor te azt nem szeretnéd. És megpróbálsz az ellen ellenállni. Oké? És akkor gondold végig, ők terelnének valamere, te meg ellenállsz. Biztos örülnek neki. Nem? A hozzám képest szuperintelligens lények. Biztos örülnek neki. És ez úgy működik, hogyha nagyon azt látják, hogy valaki nem akar a útjára rálépni, vagy nem akar haladni az útján, akkor fogják, azt kivonják az élők sorából. Mert minek él? Tök felesleges. Ha csak nincs olyan szerepe, hogy meg kell valakinek keseríteni az életét a környezetében annak a személynek. De van ilyen, hogy azért tartják életbe, hogy az a személy a környezetében lévő emberek életét megkeserítse. Érted? Miért? Mert annak az életét lehet megkeseríteni, akinek meg lehet keseríteni. Világos? Tehát ezt szó szerint értsétek. Tehát akinek meg lehet keseríteni az életét, annak meg kell keseríteni az életét. És mindenkinek meg lehet keseríteni az életét, aki nem gondoskodik kellőképpen önmagáról. Miről kellene önmagáról gondoskodni egyes pont? Hát arról, hogy legyen elég tudása, hogy ne tudják mások megkeseríteni az életét. Nem tudom, világos-e. A tudatlan embernek nagyon könnyű megkeseríteni az életét. És akkor föl, nem tudom, eszedbe juthatott-e, de hát akkor ez régen hogy volt? Hát milyen tudatlanok voltak az emberek, és most meg milyen okosak, és akkor boldogultak, most nem boldogulnak. Egy sokkal egyszerűbb világunk volt régen. Most
egy sokkal, de sokkal bonyolultabb világban van, és mert sokkal összetettebb világban élünk. Tehát gondold végig az világunk összetettségét, csak abból a szempontból, hogy régen mennyi technikai eszköze volt egy családnak, ma mennyi technikai eszköze van egy családnak. Tehát a világunk a sokkal, de sokkal összetettebbé vált. Régen mindenki dolgozott a saját családi idézőjelben, mai értelemben, saját családi vállalkozásában. Ma az emberek egy családon belül is általában szanaszét dolgoznak. Ez így összetett. Tehát maga az, hogy szanaszét dolgoznak, az többszörösére növeli a problémát egy családban. Érted? Hogy szanaszét dolgoznak. Azok, akik egyébként együtt élnek, de szanaszét dolgoznak. Hát gondold végig, nem tudnak miről beszélni. Lehet az építkezésről, ha építkezik valaki, lehet a gyerekek neveléséről, ha még nevel valaki gyereket, és azon kívül miről lehet beszélni? Ami építő. Tehát lehet olyan dolgokról beszélni, amiről beszélnek az ember. Mi történt a 1000 kilométerre? Kit érdekel, hogy mi történt 1000 kilométerre? Érted? Tök mindegy, az nincs hát befolyása. Hogy mi történt 1000 kilométerre. Vagy mi történt 20 000 kilométerre. Kit érdekel, hogy mi történt 20 000 kilométerre? Nincs rá hatásom. Világos ez? De nem csak nekem nincs, neked sincs. Jó, szóval gondold végig, és az emberek elkezdenek foglalkozni olyan dolgokkal, amihez semmi közük. Ahhoz van közünk, amire hatásunk van. Amire nincs hatásod, ahhoz semmi között. Világos ez? És az emberek idegeskednek olyan dolgokon, amivel semmi közük. Érted? Nem? Vagy nem így van? Rosszul látom? Nem látom rosszul. Oké. Szóval gondold végig, hogy egy ilyen világban élünk, és ez egyre rosszabbá válik. Tehát az ember, mit jelent az egyre rosszabbá válás? Hogy egyre összetettebb a világ. Egyre több gond, probléma, forrás, gond, probléma, forrás keletkezik. Egyre több. És ez fokozódik. De tök természetes. Gondold végig, amikor a Föld lakossága, tudom én, 100 millió volt. Hát nem tudott annyi probléma lenni, mint mikor 8 milliárd van. Érted? Hát nyilván, ha számolt ki, mondjuk visszaosztjuk a 8 milliárddal a 100 milliót, nem, fordítva a 100 millióval eloszt, nem. 80-szor több probléma van. Így van, 80, így van. Tehát az emberiség 80-szor több problémát generál, érted? Mint amikor 100 millióan voltunk. Világos ez? Hát logikus, minél többen vagyunk, teljesen logikus, annál több a probléma. Ez olyan, mint a kis család. A kis családnál kevesebb probléma tud lenni. Ha sok elaknak egy családban, ott sok probléma tud lenni. Kis településen kevesebb probléma van. Egy nagy településen sokkal több probléma van. Minél nagyobb település, annál több probléma van. Teljesen logikus. És az emberek nem látják ezt át, hogy azért vannak most a világunkban, azért van sokkal több probléma, mert sokkal többen vagyunk. Most gondold végig, mit tudom én, ezelőtt 30-40 évvel voltunk 3 millió, milliárdan. Érted? Ahhoz képest az emberiség több mint duplája lett. Érted? Mit tudom én, 40-50 év alatt szerintem meg háromszorozódott. Ez háromszor annyi probléma. Érted? És az emberek, mi kicsi volt a létszám, kevesebb problémával találkoztak. Mióta nagy a létszám, sok problémával találkoznak. Nem csak azért, mert közben jött a média is. Addig nem értesültek a problémákról, most már értesülnek, érted? Például, ha a szüleimnek volt valami konfliktusa egymással, érted?
apámék, vagy nagyapámék egy hangot nem tudtak róla. Laktak 360 kilométerre, érted? A nagyszüleim semmit nem tudtak arról, hogy a szüleimnek milyen konfliktusuk van egymással. Mai világban fogja, fölveszi a telefont és megosztja szüleivel, gyerekével, hogy neki milyen problémája van. Vagy nem így van? Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egy olyan világba értünk, ahol az emberek foglalkoznak olyan problémákkal, amihez semmi közük. És ez egy általános jelenség. Ha, micsoda? Az, hogyha problémákkal foglalkozol, akkor nem tudsz azzal foglalkozni, hogy mit tudom én, mondjuk rendben legyen mondjuk a pénzügyed. Csak most mondtam egy dolgot. Hogy elég bevételed legyen havonta. Nem tudsz azzal foglalkozni. Ha problémákkal foglalkozol, akkor nem tudod magad fejleszteni. Érted? Mert vagy problémázunk, vagy fejlődünk. Kettő együtt nem megy. Aki problémázik, az nem tud fejlődni. Aki fejlődik, az nem azért fejlődik, mert nem problémázik. Világos ez? De hát mit csináljunk, ha tele vagyunk problémákkal, ahogy az emberek ezt most gondolják? Nagyon egyszerű. Tanulj, fejlődj, érted? És addig, míg nem kezdesz el fejlődni, próbáld egy kicsit így, hogy is mondjam, pályán kívülre rakni a problémáidat. Addig. Mert minden probléma megoldásához tudásra van szükség. Tudás nélkül nincs probléma megoldás. Nincsen. És ugye kétféle módon tudunk problémákat megoldani. Vagy úgy, hogy van elég tudásunk, és figyelünk arra, hogy amikor alkalmazni akarom a tudást, akkor jó állapotban legyek. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás az, hogy az ember olyan jó állapotban van, hogy a lelkétől kapja a sugást. Oké? Okay? Tehát a sugást kapja, sugallatot. Tehát sugást kapja. És a lelke az mindig fix, hogy jót súg. Oké? Okay? Miért? Mert a lelked kapcsolatban van a teremtőddel. Méghozzá online kapcsolatban. Érted? És a teremtőd megsúgja a lelkednek, a lelked meg neked súgja meg. Ha egyszerűen képes vagy arra, hogy hallgass rá. De nem tudsz rá hallgatni, mert csak jó állapotban lehet a lélekre hallgatni. Mert a lelked egy magas, tehát egy rossz hangulatú emberhez képest magas rezgéssel működik. Érted? És ez olyan, mint hogy régen volt olyan, hogy 450 megahertzes telefon. Érted? Most már ugye 900 megahertzes telefon. Meg már még a fölött. És ha, mit tudom én, nem azonos a frekvencia, akkor a két telefon az nem tud egymással kommunikálni. Érted? Ez ugyanígy működik a mi esetünkben is. Ha a lelkünk magas rezgésű, már pedig az magas rezgésű, a testedet leviszed alacsony rezgésűre, mert problémákkal foglalkozol, akkor nem fogsz kapni sugallatokat. Egy megoldás van, az ember egy jól alkalmazkodó lény. Ami azt jelenti, hogy valaki kicsit rosszabb állapotban van, tehát képtelen arra, hogy vegye a lelkének a sugallatait, akkor be kell kerülnie egy olyan közösségbe, ahol nálánál jobb hangulatú emberek vannak. És az ember elkezd alkalmazkodni a jobb hangulatú emberek hangulatához. Érted? És onnantól tudja azt megcsinálni az egyén, hogy megmarad az, amit tanul. Érted? Mi az, hogy megmarad? Az, hogy képes lesz használni azt, amit tanul. Mert a legtöbb ember, aki rossz hangulatú, nem, minden ember, aki rossz hangulatú, nem tudja használni azt, amit tanul.
mit tanul? Élet és emberismeretet. Mind a kettő egyformán fontos. Az ember és életismeret együtt fontos. Jó? Szóval nem tudja használni, és mi történik? Nem változik az élete. Tehát akkor ér a tudás valamit, ha tudjuk használni azt, amit tanultunk. De akkor tudjuk használni, ha sikerült felhozni a hangulatunkat. Felhozni meg úgy tudjuk, hogy olyan helyre járunk, olyan közösségbe járunk, ahol az emberek jó hangulatúak. Érted? Nálánál sokkal jobb hangulatúak. Tehát honnan tudni, hogy egy közösségben milyen hangulatúak az emberek? Nem onnan, hogy az emberek fölvesznek egy szociális hangulatot. Szociális hangulat az azt jelenti, hogy nevelték arra, hogy társaságban hogyan viselkedjen. Oké? És ugye arra nevelték, hogy jól viselkedjen társaságban, és nem utassa, hogy otthon milyen problémák vannak. Oké? És ezért elmennek az emberek társaságba, és azt gondolod, hogy milyen jó nekik. Jó? Mert milyen jó hangulatúak. Nem. Honnan tudni, hogy egy társaságban vannak, tehát hogy a társaságban vannak jó hangulatú emberek? Nagyon egyszerű. A rossz hangulatú emberek sikertelenek, a jó hangulatú emberek sikeresek. Ennyi. Világos ez? És ha egy társaságban vannak sikeres emberek, akkor ott vannak jó hangulatú emberek. Világos ez? Ilyen egyszer, pofon egyszerű. Olyan társaságban, ahol nincsenek sikeresek, csak egy, mondjuk az előadó, akkor az nem társaság. Világos ez? Akkor az nem fogja emelni az emberek hangulatát. Mert ahhoz, hogy az emberek hangulata emelkedjen, kellenek sikeres emberek. Érted? Olyan emberek, akik felhúzzák az emberek hangulatát. Felhozzák, felhúzzák az emberek hangulatát. Világos ez? És ezt az átlag emberek nem tudják megcsinálni, mert nem sikeresek. Világos ez? Tehát annál eredményesebb egy ember az életében, annál sikeresebb egy ember, minél jobb állapotú. Mert minél jobb állapotú, annál könnyebben tanul. És minél jobb állapotú, annál inkább tudja használni a tudását. Világos ez? És bármilyen más közösségbe elmész, lehet, hogy lesznek sikeres emberek, de nincs tudás. Érted? Ha elmész olyan közösségbe, ahol van tudás, ott meg nem lesznek sikeres emberek. Egy olyan szervezet van a bolygón, ahol eljössz ide, itt vannak sikeres emberek, és van tudás. Milyen tudás? Elsősorban a világon olyan tudásra van szükség, amit élet és emberismeretnek hívnak, és az azt jelenti, hogy a mindennapokban tudjad hasznosítani az életedben az ilyen ismereteket. Jó? Tehát itt van lehetőség arra, hogy találkozz sikeres emberekkel, és van lehetőséged arra, hogy olyan tudást szívjál magadba, ami minden napokban hasznosítható bárki számára. Tehát még egyszer mondom, akkor tud az ember fejlődni, mint önmaga egyes pont, ha képes arra, hogy a tudást hasznosítsa. De csak akkor tudja az ember hasznosítani a tudást, ha jó állapotban van. Ahhoz, hogy jó állapotban legyen, ahhoz pedig kell egy olyan közösség, ahol vannak sikeres emberek,
és őket felhúzzák, akik nem sikeresek. Világos ez? De hát nyilván akkor lehet valakit felhúzni a hangulatban, és akkor lehet elérni azt, hogy ő is sikeres legyen, ha ő is akarja. Mert ha ő nem akar sikeres lenni, nem is lesz. De önmagában ma már egy olyan világban élünk, hogy egy átlagember magától nem lesz sikeres. Ez van. Elérték azt, hogy egy átlagember ne lehessen sikeres, érted? Magától. Tehát igenis az átlag embereknek ahhoz, hogy sikeresek legyenek, segítségre van szükségük. Méghozzá ilyen formán egy olyan közösség, ahol tudást is kap, és találkozhat sikeres emberekkel. Világos voltam? 30 óra tudásátadásunk van, tehát képzésünk. Ezek ember és életjobbító képzések. Amit igénybe lehet venni. Személyesen, helyszínen, vagy élőben, interneten keresztül, tévén vagy rádión. Videón vagy hangfelvételen keresztül. Le is lehet tölteni. Egy havi coachképzésünk értéke 200 ezer forint. Legalább, legkevesebb. De nem ennyi az ára. Hanem amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ha nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási, és 12.500 forint nagyon kedvező további havi tagdíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tagdíjad árának fenntartását is, nyilván addig, ameddig ennek az akciós árnak nem lesz áremelése. Oké? Jó, tehát ami azt jelenti, hogyha csak tisztázzuk ezt a kérdést, hogyha valamikor lesz áremelés, akkor az azt jelenti, hogy az újakra is vonatkozik, meg a régiekre is vonatkozik. Jó? Akik akcióban vesznek részt. Jó, tehát a képzéseink szerdán is, vasárnap folynak. Kivétel, hogyha tudom én, a karácsony vagy a szilveszter közbeszól, ott át van téve egy másik napra, ha közbeszól. A többi ünnep nem számít, most is ugye a ünnepnap van. Rendesen, szerdai menetrendben csináljuk a képzést, nem számít, hogy ünnep. És várunk benneteket szeretettel, hogyha szeretnél, mindjárt mutatom. Jó, tehát hogyha szeretnél, ezeken a területeken fejlődni. Jó? Ha van. Vannak családtagjai, akkor érdemes a családtagokat is elhozni. Ők is fejlődjenek. Mert ugye az nem jó, hogyha csak egy személy fejlődik a családban. Ráadásul lehet olyan lehetőség is, hogy tudom én, mondjuk a párod, hát egy fő esetében kedvezményes, úgy hívjuk, hogy társtandíj, havi társtandíj. Havi társtandíj csak 6000 forint az első hónaptól. Jó? De az nyilván a társra vonatkozik. És akkor az illető, az adott személy az a társával együtt tanulhat és vehet igénybe a képzéseket. Jó? Sőt, olyanra is van lehetőség, hogy esetleg valaki kiskorú a családban, akkor a kiskorú is részt vehet 6000 forintért pluszban. Jó? Tehát mondjuk, ha férfi, feleség részt vesz,
akkor ugye van egy rendszeres, majd második hónaptól 12.500 forint, a párja az 6.000 forintért vesz részt, és mondjuk van két gyerek, mondjuk 14 vagy 16 éves, csak most mondtam, és akkor ők meg szintén 6-6.000 forintért részt vesznek. Jó? Tehát van ilyen lehetőség. Ha az ember elvégez egy egyéves szemesztert, akkor arról bizonyítvány van kiállítva. A szemeszterek nevei, azok itt vannak, mutatom. Jó? Tehát például ilyen, hogy life coach. Tehát egy coach, energy coach, jó? Confidence coach, happiness coach, business coach. Jó, tehát ezek a különböző szemeszterek. Tehát egy szemeszter az egy év. Jó, és az ember tud fejlődni az életében, és egy összetett, bonyolult világban tud boldogulni, sőt, sikeres tud lenni. Hát az a világ, ami most alakul, mondhatjuk azt, hogy a mi magunkra hajtja a vizet. Szó szerint. Mert itt az lesz a jövőben, hogy az emberek vagy tanulnak és fejlődnek, hát vagy szenvednek, érted? Lehet hosszasan is szenvedni, semmi gond nincs össze. Ki szeret szenvedni? Nyugodtan szenvedhet. Jó? De mondom, lehet boldogulni. Tehát, és hogy lehet valaki sikeres? Hát ugye az imént említettem, hogy itt vannak sikeres emberek. És az azt jelenti, hogy az itteni sikeres emberek, azok átlag emberekből lettek sikeresek, és amikor ide jöttek, még nem voltak sikeresek. És itt lettek sikeresek. Tehát itt van egy olyan karrier lehetőség, amit az ember igénybe vehet, amivel az anyagi helyzetét is meg tudja oldani teljes egészében. És a szabad életét meg tudja oldani teljes egészében. Tehát mind anyagilag, mind fizikailag szabad lehetsz. Ja, úgyhogy ez egy plusz olyan lehetőség, ami benne van a tandíjban, jó? Amivel ha az ember akar él, akar nem él, jó? Ez kezdetben úgy néz ki, hogy itt tanulsz, szólsz tanulóknak, és azután neked jutalék jár. És azután is jár a jövőben jutalék, akit nem is te hoztál közvetlenül. Jó? Úgyhogy erről röviden ennyit. Ha ebben kapcsolatban kérdéseid vannak, akkor tedd fel a vezetődnek, jó? Aki már ezekben a kérdésekben jártasak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, várlak szeretettel a második részben, sziasztok!